Elhagytuk az általános, kiléptünk a jóból, de ez viszont barátom már régen az ókor. Hamar kiderült, hogy ez egy nagyon jó osztály. A 2000-es évjárat egy nagyon jó korosztály. Megmondom őszintén, egy kicsit feltem attól, hogy kiszakadok a régi megszokott csapatból. Mindenhonnan ezt hallod, minden meg fog változni, a nagybetűs élettel fogok szembe találkozni. Fájó szívvel elbúcsúztunk régi iskolánktól, ahová minket nyolc szív emléke kőkeményen láncol. A jövőbe tekintve, múltamat elhagyva, tovább léptünk, az ajtókat magunk mögött becsapva. Hátra sem tekintünk, szüntelen megyünk előre, kopásik sávokról, sivárabb mezőkre. Egyszer csak felbukkan fényes nap a horizonton, ami a szívem legmélyén van, azt most nektek mind kimondom. Hol is kezdjem, annyi mindent tudnék most mondani, késő esti bulikkal jó jegyeket lerontani. Kellett egy pár hónap, mire felfogom épésszel, az éveket nem úszom meg semmit tevéssel. Beléptem az osztályba, azt gondoltam egyből, senkit sem fogok felérni, max lábúj hegyről. Gondoltam felkapok egy XS-es inget, az is bő volt a karomra, ez van, na mindegy. Körülnézek, ez az szitó egy kicsit gázos, néhány fiú kinézete eléggé lányos. Ahogy Gyöngyi néni belépett a terembe, a csönd abban a pillanatban meg is lett teremtve. Ránk nézett és mondta, első napi rendi pont, holnap ünneplőbe gyertek és nem lesz semmi gond. De a fele társaság nem vett fel elegáns gúnyát, lefutott a tanáriba, hozott egy-két csúnyát. Maszkú testvéremen nagyon lógott az ing, a lányokon pedig elég fullos a smink. Elég csinos osztály vagyunk, erre nincsen kétség. Bíró Tomi sem látszik meg annyira a vénység. Jól tolja a gyerek, felizzik a kamerája. Klipünket még jó, hogy a Boneckeni vágja. Ha kirándulni mennénk már, meg lenne a pilótánk. Norman kapitánnyal mindig akciósan utaznánk. Nem csak öröm és boldogság övezi a napjaim. Teleírtam öt füzetet, beteltek a lapjaim. Hétköznapjai már teljesen fullon vannak. Ezt érzem én egy kicsi igazságtalannak. Befáradt péntek este, kemény volt a hét. Tényleg nehéz az élet, ez nem csak szóbeszéd. Mikor leborulsz az ágyra, úgy érzed bele süppetsz. Puskát akarsz írni? Vigyázz, megsebesülhetsz. Jaj, ne tesó, megint beírják a késést. Szaporázzuk meg picit az utolsó lépést. Bekopogsz az áhítatra, teret adsz a kínnak. 5 perc helyett mindig 45-öt írnak. Rohanunk le hittarra, becélozzuk a termet. Elsütünk egy-két poént, hogy fokozzuk a kedvet. Megjelenik Pali bácsi és beköszönj, csülépe! Nagyon jó haja, de ez nem a 90-es évek. Matekon csak nyomod, mint süket a csengőt. Kettes lett a dogám, már nyitom is a pezsgőt. Siklosi tanárnőnél nyitott kaput döngetsz. Kapod is a sejmet, hogyha képleteket pörgetsz. Juhász Imre tanár úr is elég nagy forma. Jól telik el vele minden egyes töri óra. Jó ropjuk a táncotanárunk, Körösi Barna. Mikor késünk, megy a fekvőizom, épül a karra. A díszes társaság is volt már egyszer-kétszer bajban, de Gyöngyi néni mellettünk állt minden egyes harcban. Bajban dobta nekünk a mentő övet. Begyógyított ilyenkor minden megtört szíve. Köszönöm anyunak azt, hogy csomagolt mindig, és elviselte tőlem a rengeteg sok hisztit. Köszönet Istennek, hogy ilyen szüleim vannak. Ez által jó az íze minden egyes pillanatnak. Elhagyjuk az osztályt, mire épp hogy megszerettük. Ezeket az éveket biztosan nem feledjük. Ez volt a díszes társaságnak szövetsége. Köszönjük a figyelmet, kiléptünk, vége.